Jó napot kívánok, üdvözlöm nézőinket! Rövid időjárás jelentéssel folytatjuk programunkat majd 13 óra 50 perckor. A Forma 1-es belga nagydíj kezdődik. Figyelmükbe ajánlom még két telefonszámunkat, melyeket műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak. 112 60 20 ez az üzenetrögzítőjé, és 131 97 99 16 órától ezen a számon műsorügyeletesünkkel beszélhetnek. Részletes programismertetéssel pedig körülbelül 16 óra 6 perckor jelentkezünk. Szép vasárnapot kívánok, érezzék jól magukat! Jó napot kívánok, kedves nézők! Nyugaton borongós, hűvös idő van, keleten még júliusra emlékeztető meleg. Egy légköri front felhőzete érte el a reggeli órákban Magyarországot, itt láthatják a műhold képen is, és ez fokozatosan kelet-délkelet felé terjed, lassan eléri a Dunavonalát, majd a keleti országrészt. A délutáni órákban ezért az ország középső részén is erősen megnövekszik a felhőzet, és záporokra, zivatarokra kell számítani. Nyugaton viharos lesz az északnyugati szél, egyébként a Balatonnál is a másodfokú viharjelzés van érvényben. Éjszakai órákra a felhőzet eléri a keleti országrészt, ott is lesznek zivatarok, néhol viharos szél kíséretében. A hajnali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Holnap napközben nyugat felől csökken a felhőzet, ott megszűnik a csapadék. Keleten azonban még főleg eleinte sokfelé kell záporra, zivatarra számítani, és időnként élénk lesz az északi szél. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 28 fok között alakul, vagyis mérsékelten meleg idő várható. Holnap után egy fokkal melegebb lesz, 24 és 29 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet, és már csak néhány zivatarra kell számítanunk. És akkor nézzük a folytatást, hogy mi lesz a jövő hét további napjaiban. Szerdán ismét többfelé lesz zápor, zivatar, kevés napsütés mellett, de a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 26-31 fokot. Csütörtökön is sokfelé lesz zápor, zivatar, két fokkal hűvösebb vagy kevésbé meleg, 24 és 29 fok közötti csúcshőmérséklettel. Majd pénteken egy újabb front közeledik, ennek előoldalán meleg, páradús levegő érkezik a Kárpát-medence térségébe, újabb záporokkal, zivatarokkal, majd a hideg front várhatóan szombatra érkezik meg, ekkor már kevesebb lesz a csapadék, viszont erős az északi szél. Tehát meglehetősen mozgalmas, változékony idő lesz a jövő héten. Ezzel megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra. Itt az óriási alkalom! Vestel 900 kártya és világszínvonalú Nokia mobiltelefonok. Most nettó 24.900 forint. És 12 havi kamatmentes törperészlet. Tehát, ha most siet, akkor a 12 törperészlet ráér. Századik BMW. Szeptember 20-ától 29-ig a budapesti vásárközpontban. Ha beindul az élet és mindenki aktív, vedd át a ritmust. Dönts le egy jó ízű lukozédet. Mert koffeinmentes, egészséges és feltölt energiával. Ettől még a halak is feltámadnak. Lukozéd. Az élet energiája. Egy orvosznyi előny. Suzuki részletre. Most kamat és költségmentesen is. Suzuki. Jó jár vele. Mikor először hallottam az Old Spice garanciáról, azt gondoltam, hát velem nem lesz könnyű dolguk. Beleadtam mindent, de végül beláttam. Az Old Spice Deosticnél tényleg nincs jobb. És erre van bizonyíték. Az Old Spice Deostic akkor is hat, amikor más dezodorok már elpárolognak. Így jobban véd, és erre garanciát vállal az Old Spice. Próbáld ki te is. És ha mégsem válik be, küld vissza az Old Spice-nak és kifizetik az árát. De ha bizonyítani akarsz, mász meg inkább egy hegyet, mert az Old Spice Deosticnél úgysem találsz jobbat. Kell ennél több bizonyíték?
Századik BMW. Szeptember 20-ától 29-ig a Budapesti Vásárközpontban. Keresse a balont! Na végre egy dezodor, ami egész nap hat. Old Spice Deusti. Tartósabb védelem a testszag ellen. Mert neked bizonyíték kell, nem ígéret.